A film összetartó ereje címmel szervezett eseményre Kolozsvárról várták a vendégeket. Az utóbbi években Erdélyben egyre több filmes sikerekről hallani. Ez volt az apropója a rendezvénynek, a célja pedig az, hogy itthon is a figyelem középpontjába kerüljenek az erdélyi magyar filmek. Arra gondoltunk, hogy szeretnénk előhívni olyan filmes lehetőségeket, ami például takarná azt, hogy különböző filmklubok jöhetnének létre, akár Ózdon is, és akár Békés Csabán is közvetlenül, mind a két pontot összekötve. Akár ott fönt, ugye azon a határmezsén tekintünk, akár pedig ide le, mindenféleképpen fontos dolog lenne, hogy olyan magyar filmek kerüljenek így bemutatásra, akár a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba, akár itt, ami mind a két helyen megtaláljuk azt a célközönséget, ami egy kicsit ugye a gurmand filmes rétegre is gondolván. A filmvetítés során két filmet tekintettek meg a látogatók, és ezután a rendezőkkel is beszélgetettek az Én és a hegedűn, valamint a Bágtáló című filmekről, valamint az erdélyi magyar filmművészet helyzetéről. Talán annyit jegyeznék meg, hogy ez egy fikciós dokumentumfilm, tehát a valóságban, tehát ott egy szerepet játszunk el, de részben hozva a saját egyéniség jegyeket is. Azt is lehet mondani, hogy közös benne, hogy az egyikben cigányzenészek szerepelnek, a másikban egy Gábor cigány az egyik főszereplő, de hát ez nem tudatos, ez a véletlen műve. Ugye nem tekintem egyik filmet sem cigány tematikájú filmnek. Az esemény a szervezők munkája mellett az Erdélyi Magyar Filmszövetség segítségével valósulhatott meg. A szövetség további célja, hogy az erdélyi magyar filmeseknek stabil hátteret biztosítson, így ők a jövőben olyan esélyekkel indulhatnak az elismertségért, akár a hazai filmesek.